Kovács Kázmér ügyvéd a vendőnk. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, elfogadta a megkívásunkat. Azért néha, amikor meghívjuk ide önt a stúdióba, azért közlekedése vagy közlekedése kapcsolatos esetekről. Vagy biztosítása. Vagy biztosításról fogunk beszélni, vagy szoktunk beszélni. De hadd kezdjem azzal, mert gyerekek, ez egészen elképesztő, elszomorító, súlyos. Olvasom itt a Borsnak a címlapján, fekete hétvége volt az utakon, két nap alatt 11 ember vesztette az életét. Ez tényleg elképesztő. Ez tényleg nagyon rossz, mert a statisztika általában két nap alatt 3 halálesetet szokott mutatni az éves statisztika, tehát ez annak az ötszöröse. Persze a statisztika az attól is függ, hogy mennyire forgalmas időszakról beszélünk. Ugye most nyilván nagyobb volt a közutak forgalma, az egyik utolsó nyárvégi hétvége volt. Kérdezzetek egy nagyon laikus hétköznapi vezetős kérdést. Jártam idén nyáron Olaszországban, ahol az autópályán úgy mennek 150-nel az olaszok, hogy egy ember nem férne el a két Igen. autó között. Utaznak az embernek az autója végén konkrétan. De a bringástól kezdve a motoroson át a traktorik, teherautóig. Igen. Azon gondolkoztam, hogy nemzetközi viszonylatban például az ő baleseti statisztikájuk az kiugróan magas, például a miénkhez képest, és akkor ebből adódik a legfontosabb Igen. kérdés, hogy a Magyarország európai átlagban hogyan viszonyul? Ezek rossz számok, vagy... Ettől nem lesz rosszabb a baleseti statisztika, amit tetszett mondani, ugyanis a magyarországi baleseti statisztika is azt mutatja, hogy a balesetek zöme nem az abszolút sebesség túllépésből. 18. helyen van. Az abszolút sebesség túllépés, mint okozó, uh-huh. mint balesetet okozó körülmény. És mi van az első helyen? Az első helyen az elsőbbség meg nem adása, illetve az úgynevezett relatív sebesség túllépés, a balrakanyarodás szabályainak a meg nem adása, a kijelölt gyalog átkelő helyen az elsőbbség meg nem adása, az előzési szabályok be nem tartása. Tehát ezek agresszió. A döntő. Ez az agresszív sebesség. Tehát itt az a probléma, és az agresszív közlekedés. Itt a döntő probléma az, hogy azok, akik a közúti ellenőrzés rendjét betartani hivatottak lennének, illetve számon kérni, azok az egyszerűbb oldaláról közelítik a dolgot. Ülök, vagy állok a sebességmérő készülék mögött, nem ülök föl a motorkerékpára, nem hajtok utána a szlalomozónak, az autópályán szlalomozónak. Ez a gond. Ott kéne lenni. Ugye most tetszett említeni ezt a tényleg nagyon durva az elmúlt hétvégi statisztikát. Én is részese voltam a forgalomnak. Jöttem haza Balatonról az autópályán. Egyetlen egy rendőrrel, amíg hazaértem, nem találkoztam az úton. Szóval ez nem jó, mert én elhiszem, hogy ahhoz, hogy ott legyen, ahhoz üzemanyagot is kell fogyasztani, az élő anyagnak, ugye a rendőrnek ott kell lenni a helyszínen, de már önmagában a jelenlét, a rendőri jelenlétnek visszatartó ereje lenne. Igen, de tényleg, hogy ez lenne az egyetlen egy megoldás, mert hogyha ebből az analógiából indulunk ki, akkor Kovács úr, annak is működnie kellene, hogyha sok ellenőrzés van, sok trafipax van, akkor ugye nem csak ebből adódóan a bevételeket növeli mondjuk a rendőrség több milliárd forint értékben, hanem csökkentés a baleseteknek a számát. Mégsem működik, még sincs ennek hatékonysága. Igen, mert ez a fajta ellenőrzés csak az úgynevezett abszolút sebesség túllépés visszaszorítására szolgál. De nem mi is szolgál, a relatív? Mit nem, jelent az, hogy relatív? Ahogy? Mit jelent az a kifejezés, hogy relatív nem sebesség? Az út és időjárás viszonyoknak megfelelő Értem. Sebesség választása, nem a szlalomozás az úton. Tehát általában az úgynevezett mozgó közlekedési bűnözés az, amit vissza kellene szorítani. Akkor mondjál meg nekünk, Kovács úr, ha a folyamatos ellenőrzések és az előre bejelentett ellenőrzések nem vezetnek eredményre a statisztikák tekintetében, Igen. akkor mi? Mi fogja Magyarországon a hazai autósok, közlekedőknek a fejében helyére tenni? Hát ideig erről beszéltem. Nem. A több rendőr. De a helyszínen történő jelenlét. De mi, hogy minden sarkon, kereszteződésben, hát, autópályán, a lálósában. Szerkesztő, hát fokozatok vannak. A minden sarok,
és az, ez sehol egy persze, ez ilyen túlzás ugye, volt most nyilván. Igen, igen. Szó nincs minden sarokról, de az, hogy egy zsúfolt hétvégén egyetlen egy rendőrrel nem találkozni az utakon, az na de nem most ugyanaz. Azt ígéri igen. a rendőrség, hogy ennek vége, és ők is új életet kezdenek. Igen, a tekintetben nem fogják bejelenteni. Ígéri, igen, igen. Tehát ebből a szempontból ígéri, hogy lesből, rejtek helyről történik majd az ellenőrzés. Ezen felhorgattak bizonyos internetes fórumokon. Az igazság az, hogy tudni kellene, hogy 2010. január 1-e óta a KRESZ-ben kifejezetten szerepel a 63. paragrafusban az a lehetőség, hogy ezt a rendőrség csinálhatja. Szerintem mind a hárman emlékszünk arra, jó pár évvel ezelőtt történt, és volt belőle hír, hogy valahol valamelyik város táblájánál egy papírrendőrt, tehát egy életnagyságú papírrendőrt helyeztek ki. Igen. Mindenki betartotta a közlekedést, de ez csak addig tartott, amíg valaki el nem lopta a papírrendőrt. Igen. Tehát, hogy azt is ellopták. Ez nem magyar találmány, már nem az ellopása, hanem a kihelyezése. Ausztriában többen ezt látni, és egyébként hasznos dolog. Én nem azt mondom, hogy csak papírrendőrket tegyenek ki, mert akkor előbb-utóbb az emberek rájönnek arra, hogy persze, nem csak ellopni persze. lehet, hanem figyelmen kívül. Nem akarjuk elbagatelizálni a dolgot, mert tényleg súlyos jelenségek, szomorú jelenségek húzódnak meg. Kovács úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Várjuk vissza a stúdióba. Köszönjük szépen.